Sikeres szociális tűzifa program, több mint 38 ezer köbméter tüzelőt vásároltak a Nyírerdőtől tavaly. Raktárátadás Demecserben, 500 négyzetméteren épült a településen új, modern növényvédőszerek tárolására alkalmas épület. Lépésről értékre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Érték Mustrában a Sóstói Múzeum falu mutatkozott be. Több mint 38 ezer köbméter szociális tűzifát vásároltak a Nyírerdőtől tavaly. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A tavaly igényelt szociális tűzifa mennyiséget több mint 10 ezer köbméterrel meghaladja a 2016-os keresletet, azonban a program keretösszege is nőtt. Az eddigi 3 milliárd forint helyett 2017-ben 4 milliárd forintot fordított a Belügyminisztérium a szociális tűzifa program megvalósítására. Ezek a tölgyfák kiválóak lennének tűzifának, azonban idén már nem használják fel őket. Befejeződött a szociális tűzifa program a Nyírerdő ZRT-nél. A két évvel ezelőtti 26.800 köbméter tüzelőnél jóval többet igényeltek az önkormányzatok 2017-ben. A Belügyminisztérium forrásából ebben a programban az eddig megszokott 3 milliárd forint helyett 4 milliárdot lehetett szétosztani országos szinten. Ennek együttöde Szabolcs-Szentmihalybereg és Hajdú-Bihar megyébe érkezett. Körülbelül 700 millió forintot meghaladó támogatás jutott, amiből a társaságunkat körülbelül 38 ezer köbméteres igénnyel tisztelték meg az önkormányzatok. Ez 187 önkormányzatot jelent, és ennek a programnak vágtunk neki, hiszen egy eddig soha nem tapasztalt mennyiségben szállítottunk tűzifát. A program végrehajtását nehezítette a kedvezőtlen időjárás. Az enyhe csapadékos idő miatt utak váltak járhatatlanná, ami nem segítette sem a kitermelést, sem a kiszállítást. Három gócpont volt a Nyírerdő működési területén. Fehérgyarmat, Baktaló rendháza, Hajdú-Bihar megyében pedig Debrecen vonzásköre. Ezekre a helyekre 8-9 ezer köbméter tűzifát igényeltek volna, de a területekhez tartozó erdészetek önmagukban nem tudták volna ezeket az igényeket kielégíteni. Különösen kritikus volt a fehérgyarmati erdészet működési területe, ide a Nyírerdő a nyírségből saját költségen 4000 köbméter fát szállított. Alapvetően mindenki akásztűzifát kért volna, hiszen ez az Alföldön ez a megszokott tüzelő, és ezt igényli a lakosság, de ennek a teljes mennyiségben akácsa történő kiszolgálásra nem tudtunk volna megfelelni, hiszen a termelési lehetőségek kötöttek, ezért különösen fehérgyarmaton tűzifát, kőrist tűzifát, akár még egyéb ilyen kísérő keménylombos fafajokat is, vöröstölgyet, késémegyet is tudtunk adni. Az önkormányzatok lakásonként fél, egy köbméter tűzifát osztottak ki, ezzel akár egy teljes hónapig is lehetett fűteni ebben az enyhe télben. Egyes hírek szerint a következő program keretösszege akár meg is duplázódhat. Az ehhez tartozó szociális tűzifa mennyiség a Nyírerdő lehetőségeit meghaladhatja, ezért elképzelhető, hogy az év második felében esedékes kitermelés során keletkezett faállományt már ennek a programnak a sikeres végrehajtásához kell majd félretenni. 500 négyzetméteren épült Demecserben egy új, modern növényvédőszerraktár. Az IKR Agrár Kft. Az ország 34 pontján rendelkezik telephellyel, amelyek közül a demecseri raktárat az elmúlt évek folyamatos növekedése miatt kinőtték. A raktár ünnepélyes átadását partner találkozóval kötötték egybe, amelyen több mint 150-en vettek részt. Az IKR Agrár Kft. Az ország második legnagyobb mezőgazdasági importanyag forgalmazó vállalata. Műtrágyából éves szinten mintegy 35 milliárd forintot értékesítenek, ez 25%-os piaci részesedést jelent. A növényvédőszer forgalmuk is jelentős, az éves szintű 19 milliárd forintos bevétel 19%-os piaci részt jelent. Vetőmagból közel 12 milliárd forintnak megfelelő árut értékesítenek. Növényfajonként 10 és 25% közötti piaci részesedést jelent ez a cég számára. Éves szinten mintegy 700 ezer tonna terményt vásárolunk fel. Országos infrastruktúrával rendelkezünk, tehát van 34 telephelyünk, ezek területi központok, műtrágyaüzemek, termelőüzemek, és van három leányvállalatunk, három termelő leányvállalatunk is, amely vállalatok összességében mintegy 5600 hektáron szántóföldi növénytermesztést folytatnak,
illetve hizalunk éves szinten egy 18-20 ezer sertést is. Hajdunánás, Baja, Kecskemét és a dunántúli Sárvár vagy Marcali mellett Demecserben is rendelkeznek telephellyel. Itt 2017 nyarán kezdték el az új növényvédőszer raktár építését, amelyet a napokban fejeztek be. Az elmúlt évek folyamatos növekedése következtében a régi növényvédőszer raktárat kinőttük, ami szükségessé tette egy új, modernebb, a mai kor igényeinek megfelelő raktár építését. Ez az új raktár egy 500 négyzetméteres alapterületen helyezkedik el, gyakorlatilag temperáló fűtéssel, polcrendszerrel szerelt, ami lehetővé teszi a növényvédőszerek téri tárolását is. Az új raktárépületet partner találkozóval egybekötött rendezvényen adták át, amelyen több mint 150 vendég vett részt. Harmadik állomásához érkezett a Lépésről értékre hazánk Tündéri mezein című programsorozat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékmustra célja, hogy felhívja a figyelmet azokra az értékekre, amelyek már bekerültek a megyei értéktárba, és azokra is, amelyek még méltóak lennének rá. Ezúttal a Sóstói Múzeum falu mutatkozott be. A néptánc is egy a nemzeti értékeink közül. A megyei értéktárban benne van minden pálinka is, ami a megyéhez köthető. Az alma, a szilva és a megy eredetvédett pálinkák, amelyek a nemzeti értékeink között is szerepelnek. Ezek közül kimagasló az újfehértói fürtös megy, de különleges minőséget képvisel és rengeteg díjat szerzett már a tuzséri pálinka manufaktúra is. Ezen kívül számos érték van már az értéktárban, és még számtalannak kellene helyet biztosítani. Ezek az értékek akkor tudnak tovább élni, hogyha úgy tudjuk a hétköznapok részévé tenni, hogy folyamatosan használatban vannak. Tehát itt nem csak a múltbeli értékeinkről beszélünk, hanem a jelenben termett értékekről is, és azért ebben Nyíregyháza abszolút élen jár, hiszen amellett, hogy Nyíregyháza egy sportos város, amellett nyugodtan mondhatjuk, hogy egy értékes város is, hiszen a nyíregyházi értéktárban is rengeteg érték szerepel, és a megyei értéktárban is 24 olyan érték van a 101-ből, amely Nyíregyházához köthet. Tehát lényegében a negyedét adja a megyei értéktárnak a nyíregyházi értékek listája. Nyíregyházán felértékelődött az elmúlt évszázadnak a hagyománya. Változó világban élünk, ezért ahhoz, hogy ezeket a hagyományokat megismertessék a fiatalokkal, érdekessé kell tenni azokat. Ráadásul egy érték nem mindig kézzel fogható. Ide tartozik például Kródi Gyula, Józsa András, a Kántemusz énekkar vagy a Forforrász is. Az ilyen értékek feltárása nem országos, jelenleg csak helyi feladat. Amikor megnéztem egy kicsit közelebbről ezeket a régmúlt hagyományokkal teli értékeinket, akkor bizony tényleg az egész országban ez nagyon-nagyon jó lenne, hogy nagyon felerősödne ennek a hangsúlya. Itt a nyíregyházi emberek nagyon büszkék arra, amink volt az elmúlt időszakban, és ezt a jelenben és a jövőben is meg szeretnénk tartani. A sajtótájékoztatón Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azt hangsúlyozta ki, hogy az értékek tekintetében valójában a város és a megye nem szétválasztható. A megye székhely is a megye szerves része, és ha tudjuk azt, hogy a következő évtizedek fokozott urbanizációról szólnak, akkor ez azt jelenti, hogy a városoknak is ápolni kell ezeket az értékeket, még akkor is, ha bizonyos törekvések vannak az érték relativizációra. Mi ezt komolyan vesszük Nyíregyházán, évek óta gondozzuk, és hát ez a helyszín, a múzeumfalu pedig egy talán legautentikusabb helyszín ehhez. A Pálinkaház a Sóstói Múzeumfalu szerves része, azonban eddig még ezt a részt nem emelték ki eléggé. Ezért tartották most itt a sajtótájékoztatót, melynek célja a figyelemfelhívás az értékmentésre, gyűjtésre és azoknak mai életünkbe való elhelyezésére. Rendhagyó sajtótájékoztatót tartott a Fidesz Nyíregyházán. Az eseményen elhangzott, már nem csak a kampányplakátokat rongálják a lakók, hanem a Nyíregyháza fejlődését bemutató táblákat és plakátokat is. A párt képviselői mindenkit arra kérnek, hogy ne rongálják a plakátokat, mint hangsúlyozták, nem ez a megfelelő módja a vélemény nyilvánításának. Arra is felhívták a figyelmet, ez minden jó érzésű ember saját erkölcsi felelőssége kellene, hogy legyen. Ezzel is példát szeretünk volna mutatni, hogy még ha kezünkben is van ez a szórópisztoly, és megtehettük volna minden további nélkül, fontosnak tartjuk azt, hogy az a felhatalmazás, akár üzleti alapon, akinek milyen alapon van, az csak ilyen
jogviszonyból adódóan történhessen meg. Tehát senkinek sem felhatalmazása, sem joga nincs arra, hogy rongálja a város vagyonát, és a fiatalokat, gyermekek lelki fejlődését, szellemi fejlődését ilyen módon befolyásolóként a várost elcsúfítsák ezekkel a rajzokkal és feliratokkal. Az egészségügy valóban sok pénzt kapott az elmúlt 10 évben, hiszen az Európai Unió a kórházak és a rendelő intézetek finanszírozását számos helyen biztosította, mondta el Csabai Lászlóné az MSZP nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A párt országgyűlési képviselő jelöltje hozzátette, ez nem volt másképp Nyíregyházán sem. Ennek ellenére szerinte az egészségügy helyzete nem javult a megye székhelyen. Az egészségügy helyzete nagyon rossz, a várólisták nagyon magasak, az, hogy egy személyzeti vizsgálatra 3 hónapot kell várni, ahhoz, hogy egy autista vizsgálathoz hónapokat kell várni, az elfogadhatatlan ma a 21. században. Ezért a szocialista párt elsőként teljesen egyértelműen fogalmazza meg, hogy az egészségügybe több pénzt kell tenni, mindazt a pénzt, amit az állami költségvetésből kivettek, azt vissza kell tenni, vagy még növelni kell az egészségügy részére. Ráfutásos balesetben 3 jármű ütközött össze tegnap este Nyíregyházán, a Vasgyár utcán. A balesetben 1 ember sérült meg, őt a mentők kórházba szállították. A rendőrség eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Az első világháború 100 éves évfordulója alkalmából rendeztek tudományos konferenciát a Nyíregyházi Egyetemen. A rendezvénynek rendkívül fontos üzenete van a mai generáció számára, mégpedig az, hogy háború nélkül együttműködéssel kell megoldani a problémákat, hangzott el a fórumon. A konferencián köszöntőt mondott Tömböl László nyugalmazott vezérezredes, egykori vezérkari főnök, aki beszédében kiemelte, nemzeti kötelességünk a háború áldozataira emlékeznünk. Az első világháború, vagy ahogy sokan emlegetik, a háború, amely véget vett minden háborúnak. 1914 és 1918 között 4 éven át tartó, Európából induló konfliktus volt, amely összesen több mint 15 millió ember halálát okozta. Az öldöklő küzdelemben a korabeli gyarmati és érdekeltségrendszer újrafelosztásával végződött. Az első világháború 100 éves évfordulójára tudományos tanácskozással emlékeztek a Nyíregyházi Egyetemen. A tudományos ülésnek a tematikája rendkívül széles spektrumú. Egyrészt lesznek olyan előadások, amelyek hagyományos, tehát tradicionális metodológiával földolgozott problémaköröket érintenek, hiszen ugye a történetírás az első világháborút hosszú évtizedeken keresztül főként hadtörténeti, politika és esemény történeti kontextusban vizsgálta. A Nyíregyházi Egyetem az elmúlt év szeptemberében írt alá együttműködési megállapodást a Magyar Hadtudományi Társasággal. A szervezet a mostani konferencia szervezésébe is aktív részt vállalt. A tudományos fórummal az emlékezés fontosságára kívánták felhívni a figyelmet. A tudományos konferenciának több üzenete is van. Egyrészt ugye 2018 a 100 éves évfordulója, a nagy háború, az első világháború lezárásának. Úgy gondolom, hogy minden ember, minden szervezet számára, akik hadtudománnyal foglalkoznak, kötelesség, de egyáltalán nemzeti kötelesség is megemlékezni a hősökről, a háború áldozatairól, azokról az erőfeszítésekről, amiket a katonák, az ország tettek. A tudományos fórumnak egy rendkívül fontos küldetése van, méghozzá a tanulságok levonása a múltról, mondta el Kis Ferenc a konferencián. A Nyíregyházi Egyetem rektor helyettese kiemelte, a szegénység és a gazdagság között hatalmas szélsőségek alakultak ki, amely szerint, ahogy a történelemben is többször megtörtént már, háborúhoz vezethet. Mert annak idején, amikor a nagy háborúnak is vége volt, úgy gondolták, hogy ezután már nem következhet még nagyobb, és tudjuk, hogy mi következett? Vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen a háború mindig is az emberiség történelmek a része volt. Őskortól hadakozunk egymás ellen, és én ugye a szakmai szemmel nézve, és a sajnos a természet ellen is folyamatosan háborút folytatunk. A nagy gondolkodók, mondjuk Hegel is például, vagy Nietzsche azt mondta, hogy ezek egyszerűen szükségszerűek. Mondjuk a nagy háború idején Thomas Mann pedig azt mondta, hogy ez a megtisztulásnak a módja. Nekem erről a gondolatról az jut eszembe, és valószínűleg itt is felmerül majd ez a kérdés, hogy így tisztuljunk meg. Kis Ferenc azt is elmondta, ha háború tanúságai az oktatás részévé válnának, akkor szerinte jöhet egy olyan generáció, akik úgy fogják gondolni, nem háborúval kell megoldani a problémákat, hanem együttműködéssel.
Az MB2-ben listavezető MTK csapatát fogadta a Sényő a Magyar Kupa 8-at döntőjének visszavágóján. Sándor Tamás megyei első osztályú együttese 4 gólos hátrányból várta a mérkőzést. A sényűiek mindent megtettek azért, hogy az eredetileg kiírt időpontnál 1 héttel később meg tudják rendezni a mérkőzést, így ha nem is ideális körülmények között, de pályára léphettek a csapatok. A 22. percben már csak 2 gól volt a hazaiak hátránya, ugyanis a 11. percben Marics, majd újabb 11 perc elteltével Fabu vette be fejjel az MTK kapuját. A folytatásban aztán már nem esett gól, így az MTK 4-2-es összesítése jutott a legjobb 8 közé, de a sényűnek sem kell szégyenkeznie, sem a visszavágón elért eredmény, sem a kupasorozat mutatott teljesítménye miatt. Tudtuk, hogy milyen talajú pályán fogunk játszani. Úgy gondolom, hogy az első fél időben ez mi sokkal jobban alkalmazkodtunk. Szép gólokat is rúgtunk. Ezen felül még volt 2-3 olyan lehetőségünk, amiből gólt lehetett volna elérni, de hát tudtuk jól, hogy azért az MTK ellen játszottunk, és igazából ők megérdemelten jutottak tovább ebből a párosításból. Mi örülünk annak, hogy itt a hazai pályán azért még egy 2-0-ás mérkőzést tudtunk játszani a kupában, mert azt hiszem, hogy mindegyik ilyen mérkőzésünk, ami itthon volt, az 2-0 volt. Büszke vagyok a csapatra, mert nem kaptunk gólt, és nagyon masszívak voltunk hátul. Nyilván a második fél időben kicsit elfáradtak a srácok, a szívük vitte előre őket, de próbáltunk még helyzeteket kialakítani, de sajnos a fáradtság miatt ez már nehezebben sikerült. A vendégek edzője Feckó Tamás szerint a továbbjutással elérték azt, amiért Sényőre érkeztek. Itt játékról nem lehetett szó, úgyhogy örülünk a továbbjutásnak, és gratulálunk a sényőjéknek, hogy ilyen pályán tudtak nyerni. És köszönjük szépen a szeretetteljes fogadtatást, amivel vártak minket. Fodor András a visszavágón elért eredménnyel elégedett volt, inkább az első meccsen történtek miatt akadt némi hiányérzete a középpályásnak. Gratulálok először is a srácoknak, meg mind a két csapatnak, hogy ilyen pályán, ilyen környezetben amúgy tudtak futballozni, hiszen nagyon nehéz volt. Talán annyi hiányérzetünk lehet, hogy az első meccsen azokból a hibákból kaptunk gólokat, amikre tényleg készültünk, a pontrúgások, aztán egyéni hibák, hogyha ezek nem lettek volna, talán szorosabbá tudtuk volna tenni a párharcot. A továbbjutó MTK az Újpest ellen játszik majd a negyeddöntőben, a Sényő pedig az Amatőrkupa fináléjában lépett pályára Nagykanizsa ellen. A Nyíregyháza Spartacus fiatalon elhunyt korábbi játékosától, Lázár Bencétől búcsúztak a Városi Stadionnál a klub játékosai, vezetői és szurkolói. A Spari a következő fordulóban Soroksáron lép pályára azzal a céllal, hogy legalább 1 pontot elhozzon a jelenleg 11. helyen álló házigazdától. Szomorú felvezetése volt a Spari szerda délutáni edzésének. A szakmai stáb és a játékosok a klub korábbi labdarúgójától, Lázár Bencétől búcsúztak el a stadionban. A gyógyíthatatlan betegségben 26 éves korában elhunyt újpesti nevelésű egykori futballista 2014-ben játszott Nyíregyházán, ahol hát és derékfájdalmak miatt be is fejezte pályafutását. Később leukémiát diagnosztizáltak nála, a kezeléseket követően a sporttelevíziónál dolgozott, majd 2 héttel ezelőtt távozott az élők sorából. Egy sporttársunkat veszítettük el, és van az öltözőben nem egy olyan játékos, aki itt a Spariban együtt futballozott Bencével. Mindent elkövettünk, hogy segíteni tudjunk a családnak, amikor arról volt szó, hogy véradást szervezzünk, és megdöbbentő volt, hogy már másnap reggel érkezett a hír, hogy Bence nincs többé. Fodor Ferenc egyike az annyiregyházi játékosoknak, akik együtt futballoztak Lázár Bencével a Spariban. Nagyon mélyen érintett, hiszen egy nagyon jó embert ismertem meg benne. Őszintén tudtunk nagyon sok dologról a focin kívül is beszélgetni, ugye az utánpótlás válogatottban is szobatársak voltunk. Hát nagyon sajnálom, és egyébként az egész csapat nevében mondhatom, hogy megvisel minket ez a dolog. Annyiregyháza Spartacus vasárnap Lucsánszky Tamás korábbi csapatának, a Soroksárnak az otthonában lép pályára. Nagyon sok fog múlni azon, hogy a talaj mit enged ebben az időben. Én nagyon remélem, hogy játékra, minőségi játékra is alkalmas, amennyire lehet, lesz a talaj. Egy játszós, jó felkészített csapathoz fog menni. Kimondottan nehéz lesz ellenük játszani bizonyos szempontból, úgyhogy erre kell fölkészítenem a csapatot. A forduló további párosítása a következő: MTK Szolnok, Kazinc Barcika Budaörs, Grosics Akadémia Budafok, Sopron Vác, Mosonmagyaróvár Békés Csaba, Kisvárda Siófok, Dorog Gyirmót, Győr Cegléd és Zalaegerszeg Csákvár.
Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Több mint 38 ezer köbméter szociális tűzifát vásároltak a Nyírerdőtől tavaly. Ez több mint 10 ezer köbméterrel meghaladja a 2016-ban igényelt mennyiséget, azonban a program keretösszege is nőtt. Az eddigi 3 milliárd forint helyett 2017-ben 4 milliárd forintot fordított a belügyminisztérium a szociális tűzifa program megvalósítására. 500 négyzetméteren épült meg Demecserben egy új, modern növényvédőszerraktár. Az IKR Agrár Kft. Az ország 34 pontján rendelkezik telephellyel, amelyek közül a demecseri raktárat az elmúlt évek folyamatos növekedése miatt kinőtték. A raktár ünnepélyes átadását partner találkozóval kötötték egybe, amelyen több mint 150-en vettek részt. Harmadik állomásához érkezett a Lépésről Értékre, Hazánk Tündéri Mezején című programsorozat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékmustra célja, hogy felhívja a figyelmet azokra az értékekre, amelyek már bekerültek a megyei értéktárba, és azokra is, amelyek még méltóak lennének rá. Ezúttal a Sóstói Múzeum falu mutatkozott be. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, március 7-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Csütörtök estig a Kárpát-medence fölé délnyugat felől átmenetileg ismét nedvesebb, majd szárazabb léghullámok érkeznek, változékony időre számíthatunk. Az előttünk álló éjszaka nagy részt erősen, majd változóan felhős idő várható. Sokfelé párássá válik a levegő, ködfoltokra is számítani kell. Eleinte helyenként előfordul eső. A délnyugati szél időnként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor több helyen előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg és meleg fronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás. A hosszabb, rövidebb napos periódusok mellett többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Pénteken nem valószínű csapadék. A hétvégén kezdetben csupán néhol. Vasárnap délutántól, estétől már többfelé előfordul eső, zápor, és még hétfőn is hazánk több pontján hullhat csapadék.